Október 4-e, hétfő van, már csak ennyi alma gyűlt össze a fákról, még egy néhány apró van fent, aztán vége lesz az idei szezonnak. Mai nap névével lefestettük vékony lazúrra a mellékhelyiségeket, úgyhogy most ő is megkapta a védelmet 2 évig. Jó lesz rajta ez a lazúros védelem. És a maradék oldalát pedig befestettük szintén a kis szerszámosnak, fatárolónak. Úgyhogy most ez is megújult. És két oldala megkapta ezt a mahagóni szint, a másik kettő pedig még az eredeti barnás diópálcos színezetet. Közben megpróbáltam összerakni a megrendelt szökhajtást a fűkaszához. Hát sajnos 28-as átmérőjű a külső átmérője szökhajtásnak, és én pedig most mértem csak le, és az én eredeti rudamnak pedig 26-os az átmérő, úgyhogy most megpróbálunk valamit, egy hengeres hüvelyt ráeszkábálni, és akkor onnantól kezdve azt is valahogy fel tudom majd erősíteni fűkaszára. És hát ez a másik mellékhelyiség, ez is megkapta a mahagóni színezetét. Ez volt a mai nap délelőtti nap munkája, most délután pedig nekilátok, és egy kicsit a füvet ezen a részen leaprítom, itt a két ház körül, hogy legalább ez meglegyen valamennyire. Aztán holnap még ezt folytatom, és utána pedig nem tudom, hogy mi lesz, mert minden attól függ, hogy az eső mennyire lesz kegyes hozzánk. Szerdai napra már esőt ígértek, tehát nagy valószínűséggel szerdán és csütörtökön nem nagyon tudunk kertben dolgozni, és utána pedig pénteken utazunk vissza Ebesre. Úgyhogy egyenlőre ma még nagyon kegyes az időjárás, ma 26 fok is van. Ez nagyon, nagyon jó. Közben a fukiás gyakorlás is megy, ugye innen 10 méterről, és van most 4 céltábla, rájuk lövök. Az eredeti, ezt ma egy kicsit meg is festettem, a céltábla, ami egy ugye 6, 12, 18, mint az eredeti fukiával. Egy kis csíz, ez dobos, doboz, és egy papír pohár, amit a hegyháti tájolón jóga bemutató után ittam egy finom kis teát, és annak a poharát elhoztam, papír poharát, úgyhogy erre is lehet lőni. Tehát mindenféle kis céltárgyak vannak. Jó. Úgyhogy ennyit egyenlőre. Szép napot mindenkinek!